estét kívánok, köszöntöm az Együtt magazin nézőit. Tartsanak velünk ma este is, érdekes témákkal foglalkozunk. Fejfájás, szédülés, ingerlékenység. Ezek a tavaszi fáradtság leggyakoribb tünetei. Azonban ennek leküzdésére is vannak módok, mutatjuk mik ezek. Habár beköszöntött a tavaszias meleg idő, sokan mégsem élvezik az első napsugarakat, hiszen a tavaszi fáradtság jeleit tapasztalják ilyenkor. Szédülés, fejfájás, ilyen dolgok. De akad olyan is, aki a vitaminoknak köszönhetően nem észleli magán ezeket. Nem, mert azért elég jó a zöldségellátás. Úgyhogy ilyen vonatkozásban nincs probléma. A tünetek nem csak az idősebbeknél, a gyerekeknél is egyaránt jelentkezhetnek. Ennek oka sok esetben, hogy márciusra a szervezet vitamintartaléka teljesen kiürül. Nincs megfelelő vitamin és ásványi anyag a szervezetünkben, viszont a stressz az ugyanúgy jelen van az életünkben, sőt a téli időszakban talán még fokozottabban, mivel hiányzik a napsütés is. Olyan tüneteket produkál, amit nem is biztos, hogy mindenki észrevesz, és ennek tulajdonít. Ilyen általános tünet együtteseket észlelhetünk magunkon, fáradtak vagyunk, levertek vagyunk, rosszabbul tudjuk a stresszt kezelni, ingerlékenyebbek vagyunk, és talán a betegségekkel szemben is fogékonyabbak vagyunk. Ezek a tünetek, hogyha valaki ilyet észlel magán, mindenféleképpen gondoljon arra, hogy egy kicsit fel kell erősíteni, fel kell javítani a szervezetet. A zöld ételek hiánya, ugye téli időszakban, a magyar táplálkozásban nem jellemző a friss zöldség jelenléte, mivel éghajlatilag ez lehetetlen, de ugye ez azért lehet pótolni, mert azért a zeller és egyéb olyan növények, amelyeket meg lehet még a kis virágládában is termelni, az ilyenkor nagyon jó szolgálatot tesz. De például, ha valakinek módja van, hogy menjen ki a természetbe vagy a saját kertjébe, akkor ott majd megtalálja a tyúkhúrt, a gyermeklánclevelet, amit érdemes leszedni, és salátához adva olyan 30%-nyi arányban elfogyasztani. Rendkívüli sokat tesz önmagáért, aki ezt megteszi. Mindezek mellett flavonoidokkal és vitaminokkal is sokat tehetünk egészségünk megőrzéséért. Azt javasolom, hogy mindenki figyeljen oda, és főleg az ásványi anyag bevitelre. Általában a vitaminbevitel az, amit az emberek azt mondják, hogy szedek vitamin. És nem gondolnak arra, hogy ha vitamint szedem ásványi anyag nélkül, akkor az nagyon rosszul szívódik. Tehát a gyerekeknél is nagyon fontos az ásványi anyagok bevitele. Hogyha kell, akkor ezt külön tablettába vagy cseppekbe tegyék meg, és aztán utána lehet gondoskodni a vitaminbevitelről. És ami most szintén aktuális, ugye ez a koronavírus megjelenése, ez ellen mi az, amit érdemes szedni, milyen vitaminokat, esetleg zöldségeket? Igen, azért örülök ennek a kérdésnek, mert mindenhol azt lehet hallani, hogy úgy tudunk védekezni, hogyha a higiénés szempontokat betartjuk, ez valóban így is van maximálisan, de azért van egy nagyon fontos kérdés, hogy milyen az én immunrendszerem, milyen az én egészségi állapotom. Tehát, hogyha azt megpróbálom erősíteni, akkor valamit tettem azért, hogy megvédjem magam. Tehát mindenféleképpen az immunrendszer erősítését tartom én nagyon fontosnak. Mivel lehet ezt megtenni? A vitaminok és ásványi anyagok itt jönnek elsőként, de nagyon-nagyon-nagyon fontosak például a flavonoidok. Ugye Szentgyörgyi Albert óta tudjuk, hogy a flavonoidok nélkül például a C-vitamin sem szívódik fel. Tehát miben vannak flavonoidok? A piros gyümölcsök, a zöldségek, például ilyenkor itt nyugodtan lehet a céklát fogyasztani, ami egy saját zöldségünk, de olyan leveket, amelyekben piros gyümölcsök vannak, de még fogyasztva is fogyaszthatjuk ezeket, mert nem pusztulnak el ezek a bizonyos flavonoidok, de nagyon jó készítmények vannak, sűrítmények, koncentrátumok, amelyeket érdemes pótolni. A szakértő szerint tehát az immunrendszer erősítése a legfontosabb, hiszen így nem csak a tavaszi fáradtsággal vehetjük fel a harcot, hanem nagyobb eséllyel kerüljük el a koronavírusos megbetegedést is. Rendhagyó néprajzi órán vehettek részt a Szent Imre Általános Iskola tanulói. A Kárpát-medencei táncművészetet ismerhették meg látványos bemutatón. Élő magyar népzenet tánc a színpadon. A Duna Művész Együttes tagjai látogattak el a Szent Imre Általános Iskola diákjaihoz, hogy kicsit másképpen tanítsanak a nemzet kultúrájáról. Az együttes tavasszal indította el az Emberi Erőforrások Minisztériumának köszönhetően programját, rendhagyó néprajzi óra kis magyar néprajz címmel, amelynek célja, hogy az általános iskolás gyermekek megismerkedhessenek a Kárpát-medence művészetével. Duna Művész Együttes az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával idén
tavasszal elindította ezt a programját, rendhagyon néprajzi óra kis magyar táncrajz címmel, aminek az a fő célja, hogy gyermekeknek, általános iskoláskorú gyermekeknek egy olyan konkrét órát, olyan ismeretterjesztő tanórát tudjunk biztosítani, ahol megismerkedhetnek a Kárpát-medence népi kultúrájával, táncaival, zeneivel, viseleteivel. Azt lehet tudni, hogy miért volt fontos, hogy legyen egy ilyen, hát egy kicsit közelebbre hozó, a néprajzat közelebb hozó óra a diákok számára? Én azt gondolom, hogy nagyon fontos mindenkinek a gyökerei, hogy honnan jöttünk, vagy legalábbis ez, és ma már nem biztos, hogy ez a tananyagban ilyen mélységben meg tud jelenni, de jó, hogyha a gyerekek tudják, vagy legalábbis látnak, hallanak ilyen dolgokról, hogy honnan jöttünk, kik vagyunk mi, milyen örökségünk van. A magyarság különböző területeiről láthattak táncokat, népviseleteket és a jellegzetes népi hangszerek bemutatóját is meghallgathatták. Arra törekszünk, hogy megmutassuk, hogy a Kárpát-medence táncos és zenei műveltsége milyen sokszínű és milyen változatos. Itt a különböző korok táncait és a különböző dialektusok táncait mutatjuk be a fiataloknak. Hogyan kell ezt elképzelnünk? Táncolnak, és utána van egy pár szavas bemutatás? Így van, mindig a Duna Művész Együttes táncosai bemutatnak egy adott tánctípust, egy adott koreográfiát, ami általában tömör, de látványos koreográfia, és utána ezeket én megpróbálom szavakban lefordítani, igyekszem úgy, hogy azért a fiatalok ne aludjanak el rajta, hanem úgy ébren maradjanak, és meg is ragadjon valami. A rendhagyó órába bevonták a gyermekeket is, tánccal, kérdésekkel. Elég sok szoknyadarabot magukra öltöttek például a hölgyek, mindjárt közösen megszámoljuk, hogy kisasszonyra hány szoknya került, és ugyanúgy a családi állapotot, a társadalmi elhelyezkedést is megmutatta az adott viselet, az adott ruha, ugyanúgy a hajviselet is, erre is mindjárt kitérünk. Közben megkérdezem a kisasszony nevét, ha nem szorították agyon szegényt. Ágotának egy nagy tapsot! Ágotát felöltöztetve pedig azt is láthatták, hogy mennyi réteg szoknyából állt a lányok, asszonyok öltözete. Nekem nagyon tetszett, szép volt, színes volt a ruhájuk, ügyesen táncoltak, gyorsan, meg pörgősen voltak, lassabbak, és a ruhájuk is nagyon szép volt. A Szent Imre Általános Iskola alsós és felsős osztályainak tagjai kimozdulva a hagyományos tantermi körülmények közül élményekkel együtt okosodhattak az óra során. Sokat tudtunk tanulni, valaki azért a hangszereket is tudta tanulni, a tánclépéseket például, aki ebből van egy néptánctanárunk, ő is meg tudta figyelni ezeket, hogy akkor ő is mind tud javítani, vagy éppen, hogy tőlük is tanulhatott, így egymástól is tudnak tanulni, mert ők azért ebbe ki vannak képezve. Számos tudásra tehettek szert a résztvevők, például a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság jellegzetes táncain kívül az eszközös és a párbaj táncokat is megfigyelhették, Berec István előadásából pedig tanulhattak.
Hegedűszó az énekórán, egyedi ügyességi játékok a tornateremben és fejlesztő folyosó a tantermek előtt. Ilyen környezetben tanulnak a sárkeresztúri diákok. A település iskolájában a legfőbb cél a diákok motivációs nevelése. Bejátszok, jó? A gyerekeket instruálja az énektanárnő, mielőtt dalolni kezdenek. De nem a megszokott módon tanulják a gyermekdalokat a Sárkeresztúri Általános Iskola növendékei. Hegedű szóval indul a tanóra, így a nebulók nem csak a dallamok, a hangszerek világában is elmélyülhetnek. Ám a fiatalok a tantermeken kívül is motiváltak. A szünetekben is játszva fejleszthetik tudásukat a kicsik úgy, hogy azt talán észre sem veszik. A folyosó padlóját ugyanis játéklabirintussá varázsolt az Ita néni, az elsősök osztály főnöke. A Sárkeresztúri Általános Iskola alsós folyosóján vagyunk, és mint ahogy az alsó folyosón is lehetett látni, igyekeztünk színesebbé tenni, úgy, hogy akár otthon diszeket teszünk ki. Hát mi a lehetőségeinkhez mérten próbáltunk egy kicsit fölvidítani a folyosót, és itt fönt azt gondoltuk, hogy valami olyat találunk ki, ami hasznos lehet. Ugye itt elsősök vannak, harmadikosok, és fejlesztő tanárok is itt tartják a fejlesztő órákat. Egy kicsi bemelegítésnek jó, ha végigugrálnak, mozognak egy kicsit a gyerekek ezeken a színes figurákon, színes játékokon. A fejlesztő pálya igazi kihívás a gyerekek számára. Több akadály is várja őket, ha belekezdenek a játékba. Jobb, s megint bal, hátra, jobb, jobbra, és ráklépésbe átmenjünk, és békaugrásba. Az intézményben közel 270 diák tanul, családias a légkör, de a meghittség megteremtése mellett az egyedi oktatás is régóta szívügye az iskolának. Azt gondolom, hogy most már Sárkeresztúron olyan pedagógus társasággal sikerül együtt dolgoznom, akik nem váltanak évről évről munkahelyet, és mindegyikőjüknek megvan a maga speciális területe, amelyben igazán nagyon jó. Ahogy Zita néni a kreativitásban jó, és ezt sikerült a tantermen kívülre is kihoznia, és hozzáadni egy plusz értéket az iskolánkhoz, úgy az énekórákon a hegedű tanárunk az, aki ennek az eszköznek a felhasználásával segíti a gyerekeket a muzsika világába bevezetni, vagy éppen a testnevelő tanárok, akik most az egyik kereskedelmi csatorna sportreality-e alapján a gyerekek érdeklődésének megfelelően ezt is bevezetik a testnevelés órákba, és ez szerint motiválják tovább a gyerekeinket. Itt pedig már szekrényugrás, futás és néhány tetejére állított zsámoly, tele labdákkal. A szünet után testnevelés órára igyekezett stávunk, ahol a nyolcadikosok sportoltak éppen. Kötelet húztak, bár egy kicsit másképp. Igazi küzdőtérré vált az iskola tornaterme. A testnevelő tanárnő turbozta fel az ügyességi játékokat, hogy a gyerekek még motiváltabban sportoljanak. De nem csak itt, a diákoknak a tornaterem fölötti konditeremben is van lehetőségük a mozgásra. Már nem a tél és a jeges utak, hanem éppen a jó idő és a felszabadultság jelentik a veszélyt a közlekedésben. Ilyenkor előkerülnek a biciklik és a motorok is. A rendőrség óvatosságra inti a közlekedésben résztvevőket. Tavasszal az utak zsúfoltabbá válnak, ilyenkor azok is beszállnak a közlekedésbe, akik télen pihentetik járműveiket. Ahogy kisüt a nap, kirajzanak a biciklisek és a motorosok. A rendőrök szerint utóbbiak sokszor figyelmen kívül hagyják a sebességkorlátozást, ami tragédiához is vezethet. Én úgy gondolom, hogy a kerékpárosokkal, akik most már szinte egész évben a közötti közlekedésnek a részesei, ilyen probléma nincs. Elsősorban a motorkerékpárosokkal fordulhat elő ilyen probléma, hiszen a hosszú, viszonylag hűvösebb időszak után, amikor tényleg megjönnek az első jó idők, amikor szinte csábít a beton arra, hogy a motorkerékpárral leinduljunk rajta, akkor hirtelen előkerülhetnek a motorkerékpárok. Viszont nagyon fontos lenne azt figyelembe venni, hogy esetleg
nem használt, hosszú időre leállított motorkerékpárokat indulás előtt alaposan át kell műszakilag vizsgálni, hiszen ne csak a közlekedés többi résztvevőjétől várjuk, hogy ő figyeljen a motorosokra, hanem a motorosok is figyeljenek magukra, és csak és kizárólag megfelelő műszaki állapotú járművel induljanak el az utakra. Minden egyes esetben a megfelelő védőruházatot, illetve az előírás szerinti bukósisakot viseljék. A járművezetőknek pedig ugye ez a bizonyos holttér, amiről mindenki beszél, amikor a motorkerékpárosok szinte eltűnnek a járművek holterében, arra kell figyelni, illetve ez a másik oldalról is igaz, hogy a motorosoknak úgy kell közlekedni, hogy mindenképpen láthatóak legyenek. A sebességet úgy meg kell választani, hogy ez ne legyen megtévesztő, hiszen egy megtévesztő sebességű jármű, pláne ugye nagyon jól tudjuk, hogy a motor a két kerekével az viszonylag kisebb felületet mutat, és mire a járművezető a hirtelen megjelenő motorost észreveszi, lehet, hogy már késő. Tehát itt ezt erre szoktam mondani, itt mindenkinek megvan a saját felelőssége. Én mégis azt mondom a motorosoknak, ha egy mód van rá, vegyék azt figyelembe, hogy amennyiben egy bármilyen más személygépkocsi vagy teherautó motorkerékpárral ütközik, csak és kizárólag a motoros jár rosszul. És teljesen mindegy, hogy utána az esetlegesen vizsgálat eredménye mit mond, mit nem mond, mi lesz a vége, mi lesz az ítélet. Lehet, hogy olyan maradandó sérüléseket szenved, vagy olyan lelki sérüléseket szenved motorozáskor, hogy az lehet, hogy végzetes is lehet. Tehát nem az a lényeg, hogy menjünk, hanem hogy tudjunk is megállni. A kerékpárosoknál nem kell ahhoz tavasznak lenni, hogy ugye egyre többen legyenek, elég, hogyha már kicsit jobb idő van. A kerékpárosok részére továbbra is a fő baleseti ok, ami most jelenleg megfigyelhető, a járdáról történő lehajtás. Eleve kerékpárosnak semmi keresni valója a járdán. A kerékpárosnak az úttesten, kerékpáruton, kerékpársávon van helye. Abban az esetben, hogyha járdán megy és a járdáról lehajt, nincs elsőbsége a járművekkel szemben. Ugyanez vonatkozik a kijelölt gyalogos átkelő helyhez, amikor ugye érkezik a kerékpáros eleve a járdán szabálytalanul, majd ugyanazzal a lendülettel ráhajt a kijelölt gyalogos átkelő helyre, és onnantól kezdve már csak a szerencsébe bízhat, ugyanis ott neki nincs elsőbsége, hiszen kijelölt gyalogos átkelő helyen, mint ahogy az a kreszben ugye helyesen van fogalmazva, ez kijelölt gyalogos átkelőhely. Tehát innentől kezdve ott csak a gyalogosnak van elsőbsége. Ha kerékpáron föndül valaki, akkor ő járművezető. Ilyen alapon akár a személygépkocsitnak is elsőbséget kellene adni, nem a kijelölt gyalogos átkelőhely, az is jármű, vagy akár a teherautónak, vagy bármi másnak. Tehát innentől kezdve a kerékpárosnak a kijelölt gyalogos átkelőhely nincsen elsőbsége. Ezt azért mondom, mert a székesfehérvári rendőrkapitányság illetékességi területén az első és illetve a második hónapban 5 kerékpárosokat érintő baleset volt, amikor ők voltak az okozók, tehát 5 okozó volt. Ebből ugye 2-szer a járdára hajtottak rá, 2-szer a tilos jelzésen mentek át a kijelölt gyalogos átkelőhelyen, ami borzasztó meglepő volt eleve. Egyszer pedig az elsőbséget nem adták meg, pedig ezt a közúti jelzőtábla is egyértelműen mutatta. Visszatérve a kétkerekűekre, tehát a motorosokra és a kerékpárosokra is, mindenképpen érdemes műszakilag felkészíteni kerékpárunkat is, különösen azok, akik nem rendszeresen használják, hanem csak a tavaszi időszakban. A kerékpárosoknak érdemes feltérképezni, hogyha hosszabb túrára indulnak, hogy melyek azok az útszakaszok, amiket igénybe vehetnek. Hiszen azt tudni kell, hogy például 12 év alatti gyermek főútvonal úttestjén nem közlekedhet. Ugye ebben az esetben, hogyha családi útra akarunk menni, ezeket is figyelembe kell venni. Illetve a kerékpárosnak azt is jó lenne figyelembe venni, hogy milyen védőfelszereléseket kell. Ami még jelenlegi pillanatban a KRESZ jogszabály szerint nincs olyan, hogy kerékpáros bukós is a kötelező lenne. Én mégis úgy gondolom, hogy ha a kerékpáros elesik, elsősorban a
az ütközési mechanizmus, az esési mechanizmus miatt a fejet ért ütés, ami nagyon kellemetlen tud lenni, néha végzetes is. Ebben az esetben pedig nem árt, hogyha van egy kerékpáros fejvédő. Természetesen a kötelező tartozékokról sem szabad elfeledkeznünk, amelyek kötelező tartozékok, amikor, hogyha nincsenek a kerékpáron, ugye mert azért azt nem szabad elfelejteni, hogy a kerékpára csak akkor szabad részt venni a forgalomban, hogy a megfelelő kötelező tartozékok megvannak. Hogyha ezek nincsenek meg, lehet, hogy egy bizonyos baleseti szituációban éppen ezek hiánya az, ami befolyásolhatja, hogy abból a helyzetből a kerékpáros jól jön ki, vagy rosszul jön ki. Hiszen ne felejtsük el, a látni és látszani elve nem az csak azt jelenti, hogy hát én itt látok, hiszen jó kis közvilágítás van, hanem hogy látszol-e vajon. Tehát erre szoktam mondani, hogy lehet, hogy 5 évvel ezelőtt megvette azt a bizonyos elemmel működő lámpát, viszont az most jelenlegi pillanatban nem 5 méterre, 2 méterre sem világít. Pedig a jogszabály világosan megmondja, hogy ezeknek a lámpáknak tiszta időben 150 méter távolságból észlelhetőnek kell lenni. Tehát ez jogszabályilag van írva a 6/1990-es könyv rendeletbe. Ezeket a dolgokat tudom elmondani, és akkor még valami, hogy sose feledkezzünk el arról, hogy a szabályok betartását nem akkor kell csak szem előtt tartani, ha rendőrt látunk. Én mindig azt mondom, az önkéntes jogkövetés az lenne a követendő példa mindenkinek, hiszen ezzel tudnánk nagyon sok balesetet megelőzni. Ne a rendőr, ne a trafipax, ne a esetleges civil ellenőrző rendőr miatt tartsuk be a szabályokat, és ez mindenkire vonatkozik, tehát személygépkocsivetől mindenkitől, hanem akkor saját jól felugott érdekünkben, hiszen mindenkit hazavárnak, mindenki, hogyha elindul, szeretne is hazaérni, és mindenki, hogyha elengedi bármelyik szerettét az utakra, szeretné viszont látni este. Annál rosszabb nincs, mint amikor ki kell menni egy családhoz, és mondani, hogy a valamelyik hozzátartozójával a közötti közlekedés körében bármilyen esemény történt. Nem biztos, hogy a legrosszabb, de azt hiszem, hogyha bárki akár megsérül egy balesetbe, nem kell túl súlyos érlős, de megsérül, attól még az nagyon kellemetlenül tud érinteni mindenkit. Ebbe kell belegondolni mindenkinek, gyalogosnak, kerékpárosnak, motorkerékpárosnak, illetve más járművezetőknek, és hogyha mindenki így közlekedne, sokkal kevesebb baleset lenne. A szakember arról is beszélt, hogy indulás előtt fontos átvizsgálni a járműveket, hiszen nem csak az autók kerülhetnek rossz műszaki állapotba, hanem a motorok, sőt a biciklik is. Van, aki szabálytalanul, van, aki a szabályokat betartva közlekedik. A kerékpárosok is képesek hajmeresztő manőverekre, ilyen például a járdáról lehajtás, zebrán átgurulás, vagy éppen a járdán tekerés. Fontos lenne, hogy a biciklisek se hagyják figyelmen kívül a kreszt, ezzel együtt főleg ebben az időszakban kiemelkedően fontos az autósok ébersége is. Vegyék figyelembe, hogy többen vannak, hogy 1-2 hónapot kihagytak a bringások, és esetleg figyelmetlenebbek. Vegyék figyelembe, hogy nem mindenki tud hátra nézni. Az idősebb embereknek ezt nem forog a nyakuk, sajnálatos módon. és igenis, számítsanak arra, hogy a bringás sajnos esetleg hirtelen fog irányt változtatni. A másik, amire számítsanak, hogy a bringások többsége sajnos nem ilyen rikító ruhában jár, mint én. Pásztor László arról is beszélt, hogy március 28-án tartja a szervezet a következő bebiciklizést, melyre várják azokat, akik most veszik elő a bringákat, vagy bizonytalanok a városi kerékpározásban. Kedves nézőnk, ez volt már az Együtt magazin. Én köszönöm megtisztelő figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!